Egy korábbi világklasszis is ott volt a pályán, a GLPS-e szerdai edzésén Veres Péter 17 év szünet után húzhatja fel ismét szülővárosa csapatának szerelését. A nyitásfogadó négyes ütőposzton szereplő játékos tagja volt az NVSC 1998-as bajnokcsapatának, majd külföldre tette át székhelyét. Olaszországban, Spanyolországban, Oroszországban és Lengyelországban is a bajnokság egyik legjobbjának számított, klubszinten csak a Bajnokok Ligája aranyérmet hiányolja a karrierje során szerzett címek közül. A 38 éves röplabdázó bő egy éve fejezte be a játékot, most azonban igent mondott az NB2-es együttes invitálására. Az egészségügyi problémáim már nem engedték, hogy tovább játszom profi szinten. Másik szerintem meg minden sportoló karrierét abba hagyni a szülővárosába, szerintem az egy hatalmas élmény. Én úgy gondolom, hogy olyan csapatunk van, hogy a hazai mérkőzéseket meg kellene, hogy nyerjük. Attól függetlenül, hogy az első pár tor nem úgy sikerült, ahogy elvártuk volna. Mi öreg játékosok nem mentünk régenbe játszani, viszont most nagyon nagy vágy van bennünk, hogy tényleg a régi hazai közönség előtt, aki annak idején, mikor még itthon játszottam, hát már sajnos már nem pár évvel azelőtt, mert most 17 évről beszélünk. Én nagyon szeretném, hogy ezek a régi szurkolók is kilátogatnának a hétvégén. Tényleg tiszta szívből oda fogjuk tenni magunkat, hogy hát ha a jövőben itt Nyíregyházan Örpada újra elindulna valamilyen úton, és nem magamról gondoltam, hanem az utódokra, a fiatalokra. Veres Péter mellett még Pampuk Csaba, Tolnai József és Szilágyi Botont képviselő a rutint, mellettük fiatalok alkotják a csapatot. Pontosan az a 10 év hiányzik, amíg Nyíregyházán nem volt férfi röplabda, és ez nagyon-nagyon látszik, tehát nincs meg a kontinuitás a két korosztály között. Nagyon sokat segítenek az idősebb játékosok. Én magam részéről ezt elétől fogva mondtam, hogy rájuk feltétlenül szükség van, mert az ő tudásuk, tapasztalatuk, játékintelligenciájuk meghatározó, amit át kell, hogy vegyenek ezek a fiatalok, és mivel nem tudtak eljönni az idegenbeli mérkőzésekre, így változó sikeres szerepeltünk, de a itthoni tornán feltétlen győzelmet várok mind a négy mérkőzésen. A GLPS-e három forduló után 4 győzelemmel és 8 vereséggel a harmadik helyen áll az 5 csapatos mezőnyben. A nyíregyháziak szombat délelőtt a Székesfehérvár, délután a Győr, vasárnap délelőtt az Alaegerszeg, délután pedig a Szeged ellen lépnek pályára a Vasvári Gimnázium csarnokában.